Jó estét kívánok! A Selveri Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának július 7-ei adását látják. Köszöntöm Önöket! Az elmúlt hét eseményeiről készített összefoglalókkal, programajánlókkal és sporthírekkel jelentkezünk mai adásunkban. Elsőként következzen képes tartalomjegyzékünk. Semmelweis nap alkalmából Sárváron is köszöntötték az egészségügyben dolgozókat. Egy napra Sárvár látta vendégül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 19 gyermekét és nevelőiket. A Sárvári Tankerület Központ most zárta második tanévét, készül az intézmény fenntartó 5 éves fejlesztési terve. A nyár beköszöntével táborokat hirdetett a gyerekek számára a Nádasdi Kulturális Központ is. A Sárvári Sör Express és a 19. Fúvó Zenei Várfesztivál nagy népszerűségnek örvendett. Rekordszámú induló volt a 8. Fekete Bég országos keresztrejtvényfejtő kupán. Stankovics Beáta dobogón végzett a Nemzet Szépe verseny döntőjében, szeretné a közönségdíjat is megnyerni. Egy több mint 400 éves interaktív időutazásra invitálja a vendégeket a Nádasdi Történelmi Fesztivál július 13-a és 15-e között. Sárvár 50 strandkézilabdatorna elnevezéssel szerveztek 5 csapat részvételével kézilabdatornát a Sárvár fürdőben. Semmelweis nap alkalmából Sárváron is köszöntötték az egészségügyben dolgozókat. Július 2-án a Városházán megrendezett ünnepségen az önkormányzat 9 szakembert részesített kitüntetésben. Évről évre egyre többen gyűlnek össze a Városháza nagytermében Semmelweis napon. Mostanra már hagyomány, hogy a Magyar Egészségügy napja alkalmából Sárvárváros önkormányzata köszönti és díjazza a város egészségügyi dolgozóit. Az ünnepségen Kondora István polgármester szólalt fel elsőként. Ünnepi köszöntőjében a város első embere megemlékezett a 200 éve született Semmelweis Ignácról, akiről, mint mondta, a zsenialitás és az egyszerűség jut eszébe. A polgármester a város polgárainak nevében megköszönte mindazok munkáját, akik ezt a hivatást választották. Az apró dolgok megkeseríthetik, de meg is édesíthetik a mindennapokat, hangsúlyozta Vancsura Miklós, a Szent László Kórház főigazgatója, arra buzdítva kollégáit, hogy a minél gördülékenyebb feladatellátás érdekében a jövőben is figyeljenek egymásra és segítsék egymás munkáját. Semmelweis Ignác életútját dr. Drácz Lajos, osztályvezető főorvos idézte fel aprólékosabban. Emlékeztetett, hogy Magyarország kormánya Semmelweis Ignác emlékévé nyilvánította 2018-at, hogy méltó módon emlékezzen meg az anyák megmentőjéről születésének 200. évfordulóján. Dr. Drácz Lajos ünnepi beszédében a magyar orvostörténelem legnagyobb alakjának nevezte a világhírű magyar orvost. Sárvárváros önkormányzata elismerésének és köszönetének kifejezése mellett az eseményen kitüntetésben részesített 9 egészségügyi dolgozót. Az elismeréseket Kondora István polgármester és Vancsura Miklós főigazgató nyújtotta át a díjazottaknak. Sárvárváros önkormányzata Szegedi Körös Gáspár érdemérem kitüntetést adományozott Takás Gyulánénak, a Szent László Kórház laboratóriumi szakaszisztensének, a kórház lelki gondozójának, a labordiagnosztikai szakellátás területén végzett kimagasló szakmai munkájáért. Hajdú Juditnak, a Szent László Kórház szakápolójának, a betegellátás és az ápolás területén végzett kimagasló szakmai munkájáért. Reiné Őri Andreának, a Szent László Kórház diplomás ápolójának, a betegellátás és az ápolás területén végzett kimagasló szakmai munkájáért. Szőlősiné Ősze Ildikónak, a Vas megyei kormányhivatal, Sárvári járási hivatal, népegészségügyi osztály, egészségügyi igazgatási szakügyintézőjének, a járványügyi és az egészségügyi igazgatás szakterületén évtizedeken át végzett, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként és Salamon Kálmánnénak, a Szent László Kórház diplomás ápolójának, aki az ünnepségen nem tudott megjelenni. Közszolgálati érdemérem kitüntetést vehetett át Csitos Imre, a Szent László Kórház udvari munkása, rendkívüli szorgalommal, munkahely iránti elkötelezettséggel végzett gyors munkájáért.
Juhász Ágnes Katalin, a Szent László Kórház dietetikusa, tartósan magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként, valamint Pápai Tibor, a Szent László Kórház portás telefonkezelője, megbízható jó munkája, munkakörének felelősségteljes gyakorlása miatt. Az ünnepségen Szegedi Kőrös Gáspár érdemérem kitüntetésben részesítették továbbá dr. Niklai Erzsébetet, a Szent László Kórház orvos igazgatóját, osztályvezető főorvost, rehabilitációs szakorvost, aki az emberek gyógyulása érdekében végzett magas szakmai színvonalú, segítőkész és humánus orvosi, valamint az egészségügy területén kifejtett etikus és következetes szakmai munkájával érdemelte ki az elismerést. A Sárvári Kórház orvos igazgatója a díj átvételekor a csapatmunka fontosságát hangsúlyozta. Nagyon szeretem a szakmámat, a hivatásom, a hobbim, még meg is fizetnek érte, úgyhogy gyakorlatilag nagyon jól érzem magam, nagyon jó döntés volt, hogy Sárvára kerültem. Azt gondolom, hogy teremtettünk a rehabilitációba egy olyan vonalat, ami most már Sárvárt, az osztályt is országosan elismerté teszik. A munka nem én vagyok, hanem a kollégáim. Tehát ez a rehabilitáció és a munkánk egy csapatmunka, ahol a legfontosabb tényező a beteg, de nagyon fontos, hogy a személyzet és a környezetünk mindenki egyöntetően ezt a hitvallást vallja, és nagy a betegek elégedettsége, és úgy köszönnek el, hogy köszönik a személyzet munkáját, mert szakmailag, emberileg, minden szempontból sokat kapnak tőlünk. A Semmelweis napi ünnepség zárásaként Kondora István polgármester poharát emelve kellő kitartást és feltöltődést kívánt az egészségügyben dolgozóknak a folyamatos szolgálat ellátásához. Egy napra Sárvár látta vendégül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 19 gyermekét és nevelőiket. A Vas megyei Nagy Mágfán nyaraló Bőte Csaba testvér által pártfogolt fiatalokkal Kondora István polgármester is találkozott és bemutatta nekik a várost. 19 általános és középiskolás nyaralt egy hétig Vas megyében. A fiatalok a Dévai Szent Ferenc Alapítvány lakóotthonaiból érkeztek. A gyerekek egy napot Sárváron töltöttek. A csoportot és a kísérőiket Kondora István polgármester is köszöntötte a várban. A fiatalok a Nádasdy Ferenc Múzeumban a város és hazánk történelmét tanulmányozták, a közös ebéd után pedig a Sárvárfürdőn töltötték a délutánt. 7 éve látnak vendégül és táboroztatnak dévai gyerekeket önkéntes munkával és felajánlások révén. Önkormányzatok, civil szervezetek segítik, vállalkozások és magánemberek is támogatják a dévaiak itt tartózkodását, mondta Hászalai Balázs szervező. Önkéntesek szervezzük többnyire, de ez nem működne csak önkéntesek által, ezért a Vasvári Önkormányzatnak, aztán a Sárvári Napapropóján, a Sárvári Önkormányzatnak, a Sárvári Médiacentrumnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a tábor évről évre létrejöhet. Nem tudnánk megszervezni külön így mi önkéntesek, illetve igénybe vesszük meg a Csillaghíd Alapítvány segítségét, ők azok, akik a civil hátteret biztosítják a tábor szervezéséhez, de alapvetően vasi önkéntesek azok, akik 7-8 évvel ezelőtt elkezdték szervezni ezt a tábort. Honnan volt az indítatás erre a jótékony akcióra? Több mint 10 éve járunk már ki és segítjük a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkáját, nem csak annak a központnak, ahonnan elsősorban a gyerekek érkeztek, hanem több mint 20 házban rendszeresen ott vagyunk, karácsonyi ünnepségeken, decemberi adománygyűjtéseken veszünk részt, és támogatjuk őket, tehát régi már a kapcsolat, és innen jött az ötlet, hogy esetleg egy tábort is szervezzünk nekik. Itt kezdődött 2012-ben. A közösségi összefogás felajánlásai és adományok révén már több éve érkeznek erdélyi gyermekcsoportok Vasba, és a pihenés mellett ismerkednek meg a megye nevezetességeivel. 19 gyerekkel érkeztünk Sárvára, vagyis hát Vasváron vagyunk, Nagy Mágfán elszállásolva az erdei iskolába. Nagyon jól érezzük magunkat, ez a 7. alkalom már, hogy szeretettel fogadnak itten bennünket. Egy hetes tábor, azt jelenti, hogy vasárnap reggel után indulunk majd haza, hát addig is reméljük, hogy nagyon jó kis programokban lesz részük a gyerekeknek. Milyen a fogadtatás a gyerekek részéről, hogy tetszik ez a magyar föld? Kicsit a nyugati határ mellett. Hát vannak visszajáró gyerekek, tehát van olyan velünk, aki már volt itten, és nagyon-nagyon várják mindig ezt a tábort. Nagyon szeretnek itt lenni, nagyon szeretik a programokat, a környezetet, a helyet, és hát igen, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és mindenki nagyon szeretettel fogad bennünket.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 2500 fiatalról gondoskodik, sokaknak lehet élmény az anyaországi nyaralás, ám további támogatások révén még többen jöhetnének. A Sárvári Tankerületi Központ most zárta második tanévét. Az iskolában a munka véget ért, de a tankerületben tovább folyik a feladatok végrehajtása. Készül az intézmény fenntartó 5 éves fejlesztési terve, és nyári táborok is zajlanak. A Sárvári Tankerületi Központ a korábbi Sárvári, Kőszegi és a Celdömölki Tankerület egyesítésével jött létre 2016 végén. A második tanévet zárta nemrég az intézmény, amelynek tapasztalatait összegezte a Tankerületi Központ igazgatója Rozmár László. Az elnapló már bevált, a szülők is ismerik, és ez tartalmazza már a tantárgyfelosztást is. A Sárvári Tankerületi Központ a pedagógusok egész éven át végzett kimagasló munkáját a tankerület által alapított évpedagógusa díjjal ismeri el, számolt be Rozmár László, a Tankerületi Központ igazgatója. A munka az alapvetően egész évben a pedagógusoké. Nekünk, magunknak, ezt sokszor elmondtam már, az a jutalom, hogy ehhez a hátteret biztosíthatjuk, és éreztük, hogy a pedagógus napi ünnepségekből valami hiányzik, és éppen ezért idén a Sárvári Tankerületi Központ díjat alapított, mégpedig évpedagógusa díjat, amiből minden évben 9-et adunk át. Ez egy plakett, valójában egy fa, egy kinyitható könyv, valójában amiben található egy plakett, egyébként Perkovics József festő és grafikus művész alkotását nyomják mindig bronzlapra, és élményt is ajándékoztunk az elismerés mellé, hiszen Bianco színházjegyet adtunk, hogy a kolléga, aki ezt megkapja, valóban kapcsolódjon ki. Sárváron a Nádasdi iskolából Eredicsné Májer Éva kapta az idei évpedagógusa díjat. Sokan pihennek a nyár folyamán, de a vakáció alatt is fontos a gyerekek nevelése. Ebből a tankerület is kiveszi a részét. Ami pedig most zajlik, amit a kedves szülők szerte tapasztalnak itt például Sárváron a Nádasdi iskolában, ez pedig a 80,6 millió forint felhasználással megvalósuló, és 2018-19-ben 1619 gyereket érintő EFOP 335-ös program, ami arról szól, hogy informális, nonformális módon foglalkozunk a gyerekekkel 6 témamodul mentén. Ez a 80,6 millió forint ez lehetővé teszi azt, hogy két héten keresztül, 2018-19-ről beszélünk természetesen, 1609 gyereknek tartalmas elfoglaltságot adjunk az iskolában. Ez ugye 4 hét, ebből a 4 hétből 1 hétre el tudnak menni a gyerekek, nem szabad kimondani ezt a szót, hogy táborozni, de miért nem mondjuk, el tudnak menni, ki tudnak mozdulni egy ottalvós, igazi 1 hét tábori elfoglaltságra, mennek a Balaton mellé, most éppen a Rábapatyi János házi gyermekeink Bakonyjákon vannak, egy csodálatos patakparton, és a témakörök szerint dolgoznak a gyerekek, természetesen ellátást kapnak, természetesen a táborozók tábori csomagot kapnak, és eszközöket szerzünk be a laptoptól, a tabletig, a projektoron keresztül, minden foglalkoztató anyagot, tehát ami ehhez a táborhoz kell, bocsánat, ahogy szokták mondani, tokkal vonóval odaadható. A nyár folyamán a táborokban a diákok természet- és környezetvédelem, a sport, idegennyelvi, a nemzettörténeti és digitális világ tematikus táborokban csiszolhatják tudásukat az aktív pihenés mellett. A nyár beköszöntével tábort hirdetett a gyerekek számára a Nádasdi Kulturális Központ is. Elsőként az alsó tagozatosok tölthettek el egy hetet a Nádasdi vár falai között, ahol kézműves foglalkozások, várnéző programok és kincskeresés is várta őket. 7 és 10 év közötti gyermekeket vártak a Nádasdi Kulturális Központ napközis táborába. A kisiskolásoknak egy hetük volt arra, hogy a kézműves táborban felfedezzék a Nádasdi vár rejtett zugait. A Nádasdi Kulturális Központ munkatársai azon dolgoztak, hogy minden nap reggel 8 órától délután 16 óráig színes és élvezetes programokkal kössék le a gyerekek figyelmét.
Még az utolsó pillanatban is jelentkeztek néhányan, úgyhogy egy egész szép kis létszámmal vagyunk jelen, és hétfőtől péntekig minden nap napközis foglalkozásokat biztosítunk számukra, tehát reggel 8-tól délután 4-ig. Van különböző foglalkozás, kézműves, amikor agyagozunk például, festegetünk, de vannak egyszerű népi játékok is, amikor olyasmit próbálunk ki, amivel mondjuk még a szülők vagy a nagyszülők játszottak, de mondjuk a mi gyerekeink már annyira nem ismerik. Kirándulgatunk a környéken, fölmentünk a múzeumba, kincset kerestünk, lementünk a kazamatába, mindent megmatattunk, úgyhogy utána volt egy alapos kézmosás. Jól érzik magukat szerintem, és minden nap iszonyúan fáradtan mennek haza. A hét közepén már otthonosan mozogtak a gyerekek a vár falai között. Kameránktól sem illetődtek meg, megmutatták alkotásaikat, és rögtön akadt négy bátor és lelkes interjú alanyunk is. Így első kézből tudunk beszámolni arról, hogy a tábor jól sikerült, a gyerekek jól érezték magukat ebben az öt napban. Elsőként Süle Zétény, harmadik osztályos diák állt kameránk elé, majd három kislány, Monostori Emma Róza, Csabai Nóra, Szabó Csepke következett. Milyen élményeket szereztél eddig? Csak jókat. Milyen foglalkozásokon vettetek részt? Hát csináltunk Batman bábot, csináltunk mindenféle dolgot. Most éppen az agyagvárakat festegetjük. És mennyire különleges szerinted, hogy itt egy ilyen millióban, a vár környezetében lehetsz? Azért rejtesz titkokat is? Ez nagyon, nagyon, nagyon nagy titkokat is rejt, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. És mi a terved a folytatásra? Hogy töltöd a nyári szünidődet? Még Szombathelyre is megyek táborba, a Múzeumfaluba. Hogy tetszik nektek ez a tábor, így első körben ezt kérdezném? Hát nekem nagyon tetszett. Nekem is nagyon tetszik. És milyen programokon vettetek részt eddig? Agyagoztunk már, meg ma megyünk az arborétumba, és jó programokon vettük részt. És milyen érzés egy picit kiszabadulni az iskolapadból? Hát nekem nagyon tetszik, mert én nagyon vártam már, amikor mentem iskolába, hogy nyár legyen, szóval én visszakívánkoztam nyárba. Az egyhetes tábor bábszínházzal és minidiszkóval zárult a kisiskolások számára. A központ munkatársainak azonban még nem ért véget ezzel a táboroztatás, hiszen a következő héten már egy újabb korcsoportot, az óvodáskorú gyermekeket fogadták a várban. Újabb sikeres programnak adott otthon Sárvár, a június utolsó hétvégén megrendezett Sárvári Sör Express és 19. fúvózenei várfesztivál nagy népszerűségnek örvendett. A fúvósok gálaműsorát kísérő népszerű könnyű zenei programok a rendezvény mindhárom napján benépesítették a vár udvarát. A Sör Express menetrendszerűen megérkezett Sárvárra, és ingyenes programjaira az idei évben is sokan jegyet váltottak. A Sárvári Sör Express és 19. fúvózenei várfesztivál 2018. június 29 és július 1-e között került megrendezésre. A fúvós szakma, a Sárvárra látogató vendégek és a város lakóinak nagy örömére. Az eseményt egy rövid köszöntő beszéd után Kondora István polgármester és Márti Vadar alpolgármester sörcsapolással nyitotta meg pénteken este. Az apropó nem véletlen, hiszen a fesztivál a hagyományos fúvószenei értékek bemutatása mellett az utóbbi években nagy hangsúlyt fektet a vendégcsalogató látványos elemekre is. A rendezvény egyik fontos élményeleme a sörfesztivál és a sörbemutatók. A sör meg a fúvószene az édes testvérek, tehát ebben semmi különleges dolog nincs. Én magam ugyan boros vagyok, de nem vetem meg a jó sört egyáltalán. És azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt az elmúlt évben, amikor a fúvószenekari vezetőség kitalálta, hogy kapcsoljuk össze a sört és a fúvószenét részben, azért mert kulturálisan is azért összetartjuk akár a német, akár a cseh nyelvterületen a történetét, hogyha nézzük. Másrészt meg, ha meghonosítjuk itt Sárváron, ennek semmilyen akadálya nincsen, még ez a szabad hétvége is megvolt. És ebben az évben különösen jelentősége van annak, hogy az 50 éves város jubileum a nyári hétvégékre, minden hétvégére jut egy nagyon jelentős fesztivál. A rendezvényen összesen 19 féle sört kóstolhattak a fesztiválozók. Belga, német, cseh és hazai kézműves sörök egyaránt helyet kaptak a kínálatban. Emellett bor, pálinka, finom ételek várták a vendégeket a vár udvarán.
A fúvós zenei programokat mindhárom nap könnyű zenei koncertek kísérték. Az első estén a Republik csapott a húrok közé, majd a sörivó versenyt követően Katapult DJ szórakoztatta éjszakában nyúlóan a tömeget. A szombati napon a fúvó zenéi volt a főszerep. Látványos felvonulás indult a fürdőtől a Rákóczi utcán át a Nádasdi várba. A menet élén a Sörexpresszként funkcionáló Sihu haladt, sok emberrel, jó zenével, buli hangulattal a fedélzetén. Őket a sárvári mazsorettek, majd a szeles idővel dacoló óriás bábok követték. A 19. fúvózenei várfesztiválon 4 fúvós zenekar tette tiszteletét. A házigazda sárvári koncertfúvós zenekar, a tapolcai ifjúsági fúvós zenekar, az alaegerszegi városi fúvós zenekar, valamint Szombathely város koncertfúvós zenekara, amely csak később csatlakozott be a programba. A felvonulást követően az együttesek gálaműsort adtak a Várudvar színpadán. A fúvós zenei várfesztivál az utóbbi 3 évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül, emelte ki Márti Vadar alpolgármester, aki a megújulást a fúvós zenekar tagjaként első kézből is végigkísérhette. Azt gondolom, hogy a város egyik szolgájaként is mondhatom azt, hogy szerintem jó a fogadtatása, tehát a város polgárai szeretik ezt a rendezvényt. Úgy látom, hogy a felvonuláson is, ami egyébként nem szokott annyira népszerű lenni a fúvózenekarok körébe, de úgy látom, hogy most már egyre több az érdeklődő, az óriásbábok, ezek a különböző kisebb megújító elemek, ezek meghozzák azt a látogatottságot. Én örülök, hogy most itt tartunk, és remélem, hogy a következő években is tudunk tovább menni. Jövőre 20. várfesztivál szerveződik majd, akkor is egy versennyel szeretnénk kombinálni. Tehát azt gondolom, hogy minden adott, van egy zenekar, vannak emberek, akik ezért szeretnének tenni, van hálás közönség, mi kell más, jó idő, fúvózene, sör, ez minden és minden együtt van. Szélesi Attila, a sárvári fúvósok karnagya elmondta, az idei évben egy könnyed fesztivált szerettek volna szervezni, jövőre azonban nagyszabású rendezvénnyel készülnek a 20. fesztiválra. Egy évente tartjuk a fesztivált, tulajdonképpen most már évek óta, és a versenyt tartjuk 2 évente, tehát akkor egy kicsit komolyabb, nagyobb szabású, most az idén a könnyedebb fesztivál programot szerveztük csak meg. Jövőre nagyszabású fesztivált próbálunk szervezni, amely verseny is lesz egyben. Nagy az érdeklődés, már most többen hívnak az országból, hogy szeretnének indulni a sárvári versenyen, sőt külföldről is kaptunk megkereséseket. Erről nem szeretnék még konkrétumokat mondani, de nagyon egzotikus és ígéretes zenekarokról, Írországtól egészen Izraelig. Tehát érdeklődés van, aztán, hogy melyik tényleg hogy alakul, ki tudja ezt a programjába és az anyagiakba illeszteni saját költségvetésébe, azt meglátjuk. Mi már ősszel hirdetjük majd a jövő évet, és reméljük tényleg, hogy színes lesz a paletta jövőre. Szélesi Attila és Márti Vadar a fesztiválon fellépő zenekaroknak megköszönte a részvételt és a hosszú időre visszanyúló baráti kapcsolatot. A szombat este a retro hangulat jegyében telt. A fúvó zenekarokat Zoltán Erika követte a színpadon, majd a lemezlovas DJ Dominik pörgette fel a közönséget. Bár a fúvó zenekari programok szombaton véget értek, a látogatók még vasárnap is kiélvezhették a fesztiváli hangulatot. A záró napon is nyitva tartott a kézműves vásár, a felnőtteket sörös standok, a fiatalabbakat pedig játszóház várta. Estére ismét megtelt a vár udvara, sokan várták, hogy felcsendüljön Sárváron az ismerős arcok nélküle című dala. Rekordszámú induló volt a sárvári rejtvényfejtő versenyen. A 8. Fekete Vég országos keresztrejtvényfejtő kupát a sárvári városháza épületében tartották. A versenyen kezdők, haladók, mesterjelöltek és mesterek egyaránt indulhattak. Egy évben másfél tucat jelentős hazai versenyen mérik össze tudásokat a feladványfejtők. Az eltelt 8 esztendő alatt ezek sorába iratkozott fel a sárvári verseny. Az idei Rébusz bajnokság megnyitóján Márti Vadar alpolgármester úgy fogalmazott, ha egy feladványban találkoznak az 50 éves
ötcsillagos fürdőváros meghatározással, akkor az Sárvárt jelenti. Bár Siófok is 50 éves, 6 betűs és S-sel kezdődik, de a megfejtés mindig Sárvár. A verseny szervezője Gerbert Ottonné örömmel számolt be arról, hogy már Sárváron is létezik rejtvényfejtőklub, és Takács Barnabás révén rejtvényfejtő mester is. Az idén rekordszámú 115 fő indult az egyéni küzdelmekben. A fejtőversenyek világáról Kaspare Kéva, a rejtvényfejtők országos egyesületének elnöke beszélt. Egy évben legalább 16 egyéni, és közel ennyi csapatverseny is van az ország különböző városaiban. A versenyeknek nagyon jó hangulata van, több kategóriában versenyezek, és az ország minden részéről jönnek a versenyzők ide fejteni. Ugye ilyenkor 4 kategóriában indulhatnak, kezdő, haladó, mesterjelölt és mester, és az elért eredmények alapján lehet följebbi kategóriákba jutni. A különböző kategóriákban különböző típusú rejtvények vannak. A kezdőkben az a átlagember, amit leginkább ismer, ez a skandináv típusú, illetve a hagyományos típusú keresztrejtvény van. A haladókban már ilyen olasz típusú rejtvény van, ami azt jelenti, hogy két rejtvény egy vonallal elválasztva, és meg kell találni, hogy hol van a vonal és a fekete négyzetek benne. Amikor már mesterjelölt az ember, akkor már van, hogy az egyik irány meg is van keverve. A mestereknél meg aztán teljesen össze-vissza van keverve minden, és ott azért kell hozzá logika is, és hát ezért lexikai tudás is, hogy az ember meg tudjon fejteni egy ilyen rejtvényt. A rejtvényfejtés elengedhetetlen feltétele a jó rejtvény, amellyel hazánkat alig 5-6 profi rejtvénykészítő lát el. A versenyszerű rejtvényfejtők közössége is szűk, az elitbe alig 200 fő tartozik. Az egyesületnek, úgy, aki tagdíjat fizet, az olyan 180 körül van. Egy-egy versenyre, ugye, ha különböző helyszínen van, akkor a környező településekről jönnek olyanok, akik nem tagok. Mi közhasznú szervezet vagyunk, egy közhasznú egyesület. De általában egy ilyen egyéni versenyen az idén ilyen 130-140-es átlagunk van, hál' Istennek, és ott a csapatversenyek is igen népszerűek, ott is azért ott szokott lenni olyan 80-100 ember. Az idei verseny sikere is mutatta, hogy Sárvár visszavonhatatlanul felkerült a magyar keresztrejtvényfejtés térképére. Sárvári lány lehet a Nemzet Szépe 2018 verseny közönség díjasa. Stankovics Beáta második udvarhölgyként dobogón végzett a Gödöllői Grassalovics kastélyban tartott Nemzet Szépe verseny döntőjében. Az internetes szavazás még zajlik, a fél idejénél tartó küzdelemben ez idáig ő kapta a legtöbb voksot. A Nemzet Szépe különleges szépségverseny. A természetes szépségre koncentrálnak, kizárók a plasztikai műtét, a tetoválás, a piercing. Stankovics Bea a Nemzet Szépe verseny döntőjében dobogós második udvarhölgyi helyezést ért el. Ez a verseny a Nemzet Szépe. Ez egészen más szemléletmódjában, mint az eddig megszokott versenyek. Itt a természetesség a legfontosabb, tilos a plasztikai műtét, a tetoválás és a piercing is. Nagyon fontos a nemzeti öntudat a jelentkezők részéről, és az, hogy mit sugározunk, hogy mennyire vagyunk őszinték, és tudjuk önmagunkat adni a 10 napos felkészítő táborban, és végig a verseny ideje alatt. Bea tavaly megnyerte a Miss World Hungary döntőjében a Miss Bikini 2017 versenyt. Úgy tervezte, hogy többet már nem indul szépségversenyen. Ugye, hogy tavaly ígértem is, nem szerettem volna indulni több versenyen, de igazából a verseny egyedülállósága döntött amellett, hogy megpróbálom, és természetesen a legjobbat szerettem volna kihozni a versenyből, és úgy gondolom, hogy most első, második vagy harmadik, ez majdnem hogy mindegy. Persze jó lett volna korona az ember fején, de ezzel is elégedett vagyok. Azonban a verseny még nem ért véget be a számára, ugyanis a döntő másnapján szembesült azzal, hogy már zajlik a közönségszavazás, és a lelkes rajongó tábora révén torony magasan vezeti a voksolást. Különösen izgalmas számára az internetes szavazás, hisz az idei közönségdíjas a győztessel együtt utazhat Indonéziába, Balira, hogy megméretesse magát a Nemzetek Szépe világdöntőjén. A nemzetszépe.hu oldalon a szavazás fül alatt tud szavazni, aki szeretne, és minden nap le lehet adni egy szavazatot egészen augusztus végéig.
az, hogy egész Sárvár egy emberként fogott összeértem a verseny ideje alatt, és most ismét, tehát én hallottam, hogy a rádióban most is sokat szerepeltem. Ez nagyon megnyugtató, és valami fajta erővel ruház fel, ami így visz tovább az utamon. Slankovics Beának jó esélye van, hisz eddig ő kapta a legtöbb voksot, ám egy-egy sárvári szavazat még jól jöhet a végső győzelemhez. Naponta egyszer lehet szavazni egy készülékről Slankovics Beára a www.nemzetszépe oldalon egészen augusztus végéig. Egy több mint 400 éves interaktív időutazásra invitálja a vendégeket a Nádasdy Történelmi Fesztivál július 13-a és 15-e között. A háromnapos kulturális eseményt immár 10. alkalommal tartják meg. A fesztiválról a közelmúltban sajtótájékoztatót rendeztek. A 10. Nádasdy Történelmi Fesztivált július 13-a és 15-e között rendezik meg. A programokat sajtótájékoztatón ismertették, ahol részt vett Márti Vadar alpolgármester, valamint a szervező Nádasdy Történelmi és Hagyományőrző Egyesület nevében Szabó Krisztián, Takács Viktor, Vavzsák László és Németh Szabolcs. A nagy rendezvény egyik legkedveltebb programja a kincskeresőjáték, emelte ki Németh Szabolcs szervező, a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület titkára. Akik már részt vettek az előző kincskereső játékokon, itt megszokhatták, hogy bizony-bizony eléggé fejtörőket teszünk bele a különböző állomásokhoz, és hát ugye nem lehet tudni előre azt, hogy hol fog véget érni majd a történet, merre visszük a városon belül a kincskeresőket, hanem lépésről lépésre tudnak csak haladni. Magán a sötetek azon is elmondtam, hogy nekünk a fesztivál kicsit a keresztünk is, mint hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. Hát ezzel egy picit azért próbáltam segíteni már a játékban a részvők és hát a tévénézőknek. A szervező hangsúlyozta, a kincskereső játék péntektől kezdődik, de érdemes időben játéklapot kérni az infoviskóban, mert limitált ezek száma. Ugyanúgy, ahogy eddig is, pénteki naptól már lehet a kincskereső játékon részt venni. Az infoviskóban lehet igazából jelentkezni, hogy a műsor fizetnek része a kincskereső játéklap, úgymond. Ez limitált példányszámú, tehát addig lehet jelentkezni erre a játékra, ameddig a kincskereső lap rendelkezésre áll. Ahogy elfogy, onnantól kezdve ugye már csak úgymond keftelésből lehet ezen részt venni. A fő nyeremény pedig, hát ahol most is állunk, hogy a Spirit Hotelnek a felajánlása, ez egy két fő részére szóló két éjszakás szállás voucher. A 10 éves jubileumra más látványos attrakcióval, különlegességekkel is készülnek a gyermekek, családok számára. Fajátékokból mintegy 20 lesz, és idén egy fa körhinta is várja majd a kicsiket. Nem csak fajátékokkal, hanem különböző falakozásokkal is készülünk. Tehát ki lehet próbálni a régi magyar mesterségeket, elsősorban a kézművesség, tehát az agyagozás, fazekasság, ez egy külön helyszínen lesz. Egyébként ez is már évek óta a része a fesztiválnak. Úgyhogy eléggé színes kis programot kellünk az legapróbb fesztiváltogatóknak, valamint a gyerekeket pedig szívesen látják a hagyományőrzők, a hagyományőrző táborokba, tehát szabadon bejárhatóak, rözdik őket, megmutatja nekik azt, hogy milyen fegyverekkel, hogyan küzdöttek annak idején eleink, hogyan védték a hazát török ellenében. Úgyhogy egy nagyon színes kis programmal várjuk a kicsiket is. A fesztivál szombati hivatalos megnyitóján egy időkapszulát is elhelyeznek majd a Hírt Parkban, amely az újkori város történet elmúlt 50 évéről tanúskodik majd 50 év múlva. Annyiban más, mint mondjuk egy megszokott időkapszulák, hogy mi 50 évre, tehát megmondjuk azt, hogy mikor fogjuk kinyitni az időkapszulát, hát hogy mi nyitjuk-e ki, az utódaink, ezt majd az idő eldönti, de lényeg az, hogy az 50 évet, ami már eltelt, annak az emlékeit összegyűjtenénk, és 50 évre előre küldenénk az időben. Tehát egyfajta időgépet üzemelünk be a fesztiválnak a második napján szombaton, megnyitót követően, a megnyitói ünnepségnek a részeként. A Történelmi Fesztivált 2 év óta a Váralja program is színesíti, mondta el Takács Viktor főszervező. Valóban a Váralja az csak 2 éves. 2 éve kezdtük el azon törni a fejünket, hogy hogyan tudnánk megmutatni a Nádasdy Fesztivál a történelmi és katonai hagyományőrzésének az elsődleges feladataként azt, hogy milyen is volt annak idején itt a mezővárosban élni a 16-17. Században, és azt találtuk, hogy építünk egy ahhoz hasonlító, természetesen nem teljesen korhű, mert azért valamilyen módon a építését és biztonsági előírásokat be kell tartanunk, illetve hát vannak különböző. A lényeg az, hogy egy nagyjából korhű módon felépíteni egy olyan installációt, ami a várba szervesen illeszkedik,
és megmutatja azt, hogy hogyan éltek annak idején az emberek. A Váralja a hagyományőrzés jegyében készül el idén is, és az egykor élt emberek hétköznapi tevékenységeit mutatja be korhűen. Ahogy a várkerületen sétál az ember, tehát a belső várból kilépve jobbra fordul, akkor a külső vár körön, amit végig sétál, egyből szembe találja magát egy őrposzttal. Ez az őrposzt egy löveggel van, meg egy falkonettával van megerősítve, ott gyakorlatilag katonák posztolnak, ugye hát őrzik azt a bejáratot, ahova a látogatók bemennek. Tulajdonképpen ezt követően egy baromfi udvar, majd egy ilyen földbe sülyeztett ház látható, illetve különböző életképek, egy szabadtéri konyha, valamint egy olyan barakk, ahol a katonák vannak elszállásolva, oda is be lehet kukkantani. Itt megláthatják, hogy az emberek gyakorlatilag leterített szalmazsákokon, egyebeken aludtak. A programokról részletekbe menően beszámolni egy tudósítás alatt képtelenség. Reméljük azonban, hogy sikerült ismét a rendezvény iránt felkelteni az érdeklődésüket. A Hagyományőrző Egyesület honlapján, műsorfizetekben pedig minden programról lehet majd tájékozódni. A Nádasdi Történelmi Fesztivált tehát július 13-a és 15-e között rendezik meg, amelyet idén sem szabad kihagyni. Kedves nézőink, műsorunkat továbbra is programajánlóval folytatjuk. Újabb nyáresti programokat szerveznek a Nádasdi Várban. A Várkert színpadon két napon, július 10-én kedden és július 11-én szerdán 20 órától a reneszánsz és a barokk zenéje hangzik fel. Kedden Kátai Zoltán, szerdán az Arcfenáta együttes lép fel. Műsorukon a magyar históriás énekektől a barokk madrigálokig csendülnek fel ismert és kevésbé ismert szerzők alkotásai. A belépés díjtalan. Ha a színház csinálók biztosra akarnak menni, akkor a bohózatok bohózatához nyúlnak, ez pedig nem más, mint a Leszállás Párizsban. Camoletti komédiája még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, ugyanis ez a világon legtöbbet játszott vígjáték. A Leszállás Párizsban című darabot július 18-án szerdán 20 órától láthatja a sárvári közönség a Nádasdi Várban. A város jubileumi évéhez kapcsolódóan Sárvár 50 címmel fotóalbum jelenik meg az 50 éves Sárvárról. Az 1000 példányban készülő kötetben régi városképek mellett 1968-as fotók és mai felvételek sorakoznak. Utóbbiakat a Sárvári Fotóklub tagjai készítették. Az albumot Pajor András fotóművész szerkesztette. A kötet képanyagából július 22-én vasárnap 17 órakor kiállítás nyílik a Nádasdi Vár folyosó galériájában. A tárlatot Kondora István, Sárvár polgármestere nyitja meg. A Renault európai normáinak megfelelő szombathelyi márkakereskedésünkben modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. Szervizünkbe érkező ügyfeleink is kulturált körülmények között várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Fiatal modellpalettával várjuk ügyfeleinket. Megtekinthetik és ki is próbálhatják a Renault elektromos autóját, a Zoe-t és a rendkívül mutatós Captur-t. A Renault Clio 2018-ban is megtartotta vonzó formáját és kedvező árát, akár 2.799.000 forinttól elérhető. A Megane család összes karosszéria típusát felfedezheti, aki ellátogat szalonunkba. A SUV kategória képviselői, a Renault Kadjar és a Renault Koleos is megtalálható nálunk. A nagycsaládos érdeklődőket is várjuk szalonunkba, ahol akár a 7 személyes új Renault Grand Scenic-et is megvásárolhatják. És természetesen, akik a prémium minőségre vágynak, ők is találnak megfelelő modelleket, akár a Talizmánt vagy az Espace-t választják. Sárvár 50 strand kézilabdatorna elnevezéssel szerveztek 5 csapat részvételével kézilabdatornát a Sárvár fürdőben. A sportrendezvény a Mozdulj Sárvár egészséges életmódot népszerűsítő sorozat, valamint a Sárkányvár a Sárvár fürdőn program része volt. Több mint 50-en léptek pályára a hagyományos sárvári kupán, amelyet 2 év szünet után rendeztek meg ismét. A Sárvár 50 strandkézilabda tornán
5 kézilabda csapat vett részt. A szomorkás időben még éppen le tudták játszani a mérkőzéseket, a Sárvári fürdő homokos pályáján a csapatok, aztán elerett az eső. A házigazda Sárvári Kinizsi Sportegyesület kézilabda szakosztályának vezetője, Csonka László értékelte a tornát. Tulajdonképpen három rendezvénysorozat része, hiszen ez a Mozdulj Sárvár, a Sárvár 50 és a hagyományos strand kézilabda torna, ami a szezonnyitó a Sárvárfürdőn című program része, tehát így illeszkedett be a strand kézilabda. Szerencsére nekünk még a kedvünkre játszott az időjárás, hiszen nem volt túl meleg, úgyhogy a lányoknak sikerült lejátszani ezt a 10 mérkőzést. 5 vasi településről, a házigazda Sárváron kívül, Szombathelyről, Répszálakról, Vasvárról és Celldömökről érkeztek csapatok, és egy nagyon jó színvonalú, jó hangulatú mérkőzés sorozatot játszottunk itt ma le. A hangulat az kiváló volt, még egyszer mondom, tehát az időjárás nekünk kedvezett, ha strandolóknak nem is, akkor még az eső sem esett, kellemes időjárási körülmények között. Jó kedve, itt volt a Vasmegyei Kézilabda Szövetség elnöke Farkas Ágnes is a díjátadón, úgyhogy jó volt, és jövőre lesz ismétlés, hogyha jó idő lesz. A Sárvár 50 strand kézilabda torna végeredménye. Első helyezett lett a Celldömök, második a Vasvár, harmadik a Sárvárfürdő Kinizsi, negyedik a Szombathelyi KKA ifi csapata, és ötödik a Répcelak. A legtechnikásabb csapat a Vasvár lett. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Semmelweis nap alkalmából Sárváron is köszöntötték az egészségügyben dolgozókat. Egy napra Sárvár látta vendégül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 19 gyermekét és nevelőiket. A Sárvári Tankerület Központ most zárta második tanévét, készül az intézmény fenntartó 5 éves fejlesztési terve. A nyár beköszöntével táborokat hirdetett a gyerekek számára a Nádasdi Kulturális Központ is. A Sárvári Sör Express és a 19. Fúvó Zenei Várfesztivál nagy népszerűségnek örvendett. Rekordszámú induló volt a 8. Fekete Bég országos keresztrejtvényfejtő kupán. Stankovics Beáta a dobogón végzett a Nemzet Szépe verseny döntőjében, szeretné a közönségdíjat is megnyerni. Egy több mint 400 éves interaktív időutazásra invitálja a vendégeket a Nádasdi Történelmi Fesztivál július 13-a és 15-e között. Sárvár 50 strandkézilabdatorna elnevezéssel szerveztek 5 csapat részvételével kézilabdatornát a Sárvár fürdőben. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk július 7-i adását látták. Új pénteki mozaikkal július 13-án jelentkezünk, amelyben összefoglalót láthatnak a Sör Express és a Fúvó Zenei Várfesztivál programjairól. Új közéleti magazinnal pedig július 14-én jelentkezünk majd. Műsorainkat megnézhetik a www.sárvártv.hu weboldalunkon, kövessenek bennünket a Facebookon is, a viszontlátásra!